Köszöntöm Önöket, ez a Közéleti Mozaik. A 2016-os év utolsó adásában beszámolunk a Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület karácsonyi ünnepségéről, valamint a Csongrád Tiszapart Sportegyesület évzáró rendezvényéről. Ezt követően egy hosszabb beszélgetést láthatnak az Alföld Néptánc Együttes művészeti vezetőjével. Kérem, tartsanak velünk ma is! Ím az ég feltűnik címmel tartotta meg a Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület ünnepi rendezvényét a Nagyboldogasszony templomban, ahol az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Batsányi János Gimnázium diákjainak előadásait tekinthették meg az érdeklődők. Mindegy, csak szüles meg, szüld meg magad, lobbans látra szívedet, s hajj, hogy ez a lámpocska eloszlassa az egész elmúlt évad sötétségét. Várj egy kicsit, amíg azt nem érzed, hogy egy kis gyereklány megerősödik benned, és utána menj vissza a hozzátartozóidhoz. Vidd be nekik a békédet, az új arcodat, és azt a meggyőződésedet, hogy az életünk díszlete nem egy szoba, hanem az egész világ mindenség. A legszebb ajándék egy mosoly, egy ölelés, vagy még az sem, csak egy gondolat, szeretlek. Íme, ismét vége van az évnek, alig kezdtünk bele, és már itt is a karácsony. Sokszor úgy érzem, hogy a vonat, melyre évekkel ezelőtt felszálltam, csak egyre szágul, sehogy sem akar megállni, még egy röpke pihenőre sem. A karácsony minden évben valami titokzatos dolgot hoz a mindennapokba. A gyerekeknek izgalom, hogy vajon mi kerül a karácsonyfa alá, nekünk felnőtteknek pedig számadás, hogy megint eltelt egy év, boldogságban, nyugalomban ünnepelhetünk. Istennek adunk hálát, hogy a család egészséges, és ismét együtt lehetünk. A karácsony egyúttal megnyugvást és egy röpke lelki vigaszt is hoz. Ekkor jön el az idő, hogy egy kicsit magunkba tekintsük, és elemezzük a gyarlóságainkat. Nem szabad hagyni a kísértésnek, és meg kell tanulni feltételt nélkül szeretni. Úgy élj és cselekedj, ahogy te kívánnád, hogy más is tegye. Nem csak családodat, barátaidat, hanem a rászorulókat is kedvedre kell ölelni. Ne szégyenkezz, az ajándéknak nem a mérete vagy az értéke számít, hanem a szívből érkező gesztus. Egyszerűen szeress. Angyalok húznak a világ fölött, hírét hozzák, hogy földre szállt a béke. Megszületett az igazság, a jóság, akit úgy vártunk, megszületett végre. Aztán a karácsony hamar eltelik, kirepülnek a ritka madarak, mindenki a saját fészke felé veszi útját. Aztán a barmakat itatni hagyják. A hajnal megnyergeli rőtlován, és robotos nyomán a szürke élet megy úgy, mint eddig, megy tovább. A lelki mámorból ismét a földre szállunk, belépünk a taposómalomba, hogy a munkuskerék forogjon tovább, de abban reménykedünk, hogy cselekedeteink, intőszavaink termőtalajra szálltak, hogy a magból nem csak csíra, hanem értékes gyümölcsöt termő sudár fa lesz nem sokára, mely támaszt nyújt majd családnak, barátnak, rászorulóknak is. Kezembe forgatom, nézegetem, s valami egyre azt súgja nekem, hogy ez a kis gyertya az életem. Görbe, törött, beteg. Valami, amit senki nem keres, mert észrevenni nem is érdemes. Végig élni sem volna érdemes, ha nem lenne karácsony. Ha ki nem gyúlhatnék sokat magával karácsony esti csodálatos fákon, ha Betlehem felé utat mutatva, nem ragyoghatna, nem világolhatna. Végig élni sem volna érdemes. De van karácsony, s én úgy szeretem kis gyertya életem.
A Csongrád-Tiszapar Sportegyesület fennállásának 15. évadzáró rendezvényét tartotta meg az Ifjúsági Házban, ahol díjazták a legjobb játékosokat, edzőket, valamint az egyesület segítőit. A Csongrádi Tiszapar Sportegyesület idén ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. December 17-én évadzáró rendezvényt tartottak, ahol a produkcióival és bemutatóival közreműködött a Csongrádi Fitnessese, valamint a Csongrádi Tradicionális Kyokushin Karate Sportegyesület. A Csongrádi Tiszapar Sportegyesület évadzáró rendezvényét tartotta meg. Annyival volt ez más, mint az előző években, hogy az idén ünnepelt egyesületünk 15 éves fennállását, és ugye ez a úgymond évezáró vacsora egy méltó időszak lezárása volt. Nagyon örültünk, mert most találkozott mindenki az egyesületnél, ugye a 7 éves Pistikétől kezdve a 71 néhány éves Tolma Laci bácsig, tehát itt volt mindenki, nagyon jó volt körülnézni, hogy mennyien vagyunk, milyen sokan vagyunk, és hát ugye egy felejtetetlen estével zártuk az évet. Eközben ugye volt ünnepségünk is, ahol elismertük az egyesületünknél kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok munkáját. Minden korosztályban egy játékost úgymond kitüntettünk, elismertük ebben az évben mondhatom azt, hogy a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen nagyon nehéz volt, mindenki nagyon jót nyújtott, nagyon jó teljesítményt hozott, a csapataink nagyon jól szerepeltek. Én ketté bontottam a történetet, hiszen vettük az utánpótlást legelőször. Utánpótlásnál mondhatom azt, hogy majdnem minden csapatunk jelen pillanatban dobogós helyen telel. A Bozsik programban a srácok szinte minden tornát megnyernek. A felnőtt csapatról és a két megyármas csapatról viszont ugye szintén dicsérő szavak voltak. A két megyármas csapat talán teljesítményben nem nyújtott olyan jót, de hát őnek nem is ez a lényeg, hanem hogy futballozzanak. Ugye azok a játékosok játszanak ezekben a csapatokban, akik már az aktív labdarúgást ugye befejezték, de viszont nem tudtak elszakadni tőle. A megye első osztályi csapatban viszont olyanok játszak még, akik ugye most aktívak, és hát mondhatom azt, hogy nagyon sikeres év van mögöttük. Évközben az országos sajtó is felfigyelt a Csongrád-Tiszapar Sportegyesület felnőtt csapatára, hiszen 21 néhány mérkőzéses veretlenségi sorozaton vagyunk túl, ami az országos miáda megjelentés egy nagy elismerés volt úgy gondolom számunkra is. És hát ugye gazdagodtunk még ebben az évben egy nagy műfős pályával, tehát annyi minden történt ebben az évben, ami 15 évben talán összességében nem, de ebben az évben ez ugye a 15 év végén besűrűsödött, és hát nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, és úgy gondolom, hogy nagyon jó estét zártunk. A Csongrádi Tiszapar Sportegyesület díjazta a legjobb játékosokat, edzőket, valamint az egyesület segítőit is. Az elismeréseket a U7-es csapat, U9-es, U13-as, U14-es, U16-os, U19-es, nehéz felsorolni, nagyon jó amúgy elmondani, hogy ennyi utánpótlás csapatunk van, ott voltak azok a játékosok, akik elismerést kaptak, valamint ugyanúgy elismertük az edzőknek a munkáját, megválasztottuk az év edzőjét, ugye hát az most nem lehetett más, mint Szűcs Róbert a felnőtt csapat edzője, hiszen mivel a felnőtt csapat nyújtotta talán a legjobb teljesítményt, így ő kapta az év edzői díját, valamint a két megye háromból is kiemeltünk két játékost, a Deli Jánost, aki hát már öreg motoros itt, és elmondhatjuk, hogy mindig nagyon a szívvel küzd a Csongrád 2-ben a jó eredmények eléréséért, valamint Berkes Krisztián, aki a Csongrád 3-ban szerepel, szintén ő is nagyon nagy lelkesedéssel, munka mellett viszi előre a csapatot. Az egyesület már javában készül a 2017-es esztendőre. December 31-én meg lesz egy nagyszabású rendezvényük is. Csapatok úgymond pihenőre vonulnak. Azok a játékosok, akik már felnőttek, ugye azok most részt fognak venni sportbában, ami most elkövetkeződik 31-én, és hát utána gyakorlatilag januárban különböző időpontokon megkezdődnek az edzések, a felkészülések. Ugyanúgy szeretnénk tovább is folytatni a sikerességünket gyakorlatilag, tehát ugyanúgy folytatni az utánpótlás nevelésben is a megfelelő szakmai munkát. Hát a felnőtt csapatnál ugye most első helyen telünk, ami már nagyon rég volt, nagyon örülünk neki, hiszen úgy emlékszem 2010-ben volt utoljára ilyen jó sikerszéria. Na most ugye sokan felteszik a kérdést nekem is, vezetőknek is az MB3. Én mindig annyit mondtam erre a kérdésre, hogy egyelőre hát érjük azt meg, hogy oda kerüljünk, tehát még nagyon nehéz tavasz vár ránk, hiszen itt a Makó az ellenlábas csapatunk, aki nagyon készül, ott kimondott tervekben szerepel, hogy nyerjék meg a bajnokságot, tudnák vállalni az MB3-ot. Mi egyelőre úgy gondolom, hogyha megnyernénk, majd leülnénk, elgondolkodnánk rajta, de egyelőre azt mondom, én nem szeretném még erről beszélni, játsszuk a mérkőzés.
közönséget, szórakoztassuk a csongrádi közönséget, és hát éljünk ezzel a csongrádi labdarúgásért, mert úgy gondolom, ez nagyon jó év volt mögöttünk. Nagy gondban vagyunk még az öltözővel, hiszen az öltözőnk hát nagyon romlik lefele. 20 éves épületről van szó, és ugye gipszkartonnal készült, nem megfelelő technikai kivitelezés van benne, és hát ugye ezt mindenféleképpen meg kell, hogy újítsuk, mert hát nem, hogy ránk szakad, de tényleg ahova megyünk már a megyében, már a falvokban is úgy néz ki, hogy korszerűbb öltözők lesznek. Ez nem is igazán a korszerűséggel van bajunk, hanem maga a fő szerkezettel, a falakkal, tehát én azt mondom, hogy ezt mindenféleképpen még szeretnénk, amíg van TOW program, beütemezni, megoldani. És hát egyelőre ugye még ami a változás a sporttelepen még, hogy a parkóhely, ami már nagyon váratott magára, az is elkészült, úgyhogy én úgy gondolom, aki tavasszal kilátogat, akkor az hát jó körülmények, kulturált körülmények fogják fogadni. Nagy sikert aratott a közönség körében az Alföld Néptánc Együttes karácsonyi gálaműsora. A most következő beszélgetésből nem csak az együttes múltját, hanem a közeljövő terveit is megismerhetik. Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm e heti vendégünket, akit szerintem nem igazán kell bemutatni, de hát nyilván az illem mégis úgy kívánja, hogy bemutassam. Forgó Edit, az Alföld Néptánc Együttes művészeti vezetője, a témánk pedig az Alföld Néptánc Együttes. Ebben a hozzávetőleg fél órában megpróbálunk a lehetetlenre vállalkozni, hogy ezeket az évtizedeket áttekintsük, legalábbis a főbb sikereket. Kezdjük az indulással. Elég régen alakult már meg ez a néptánc együttes. Hogy is alakult meg tulajdonképpen? Igen, ahogy itt készülöttünk a beszélgetésre, pont azt mondtam, hogy 4 éves voltam, amikor az együttes megalakult. Emlékek azok, amikről tudok beszélni, hiszen valóban 4 éves voltam, 74-ben alakult az együttes. Nem nagy célokkal akkor, azt hiszem, vagy azt mondhatom Góg János nevében is talán, hanem a Batsányi János gimnáziumban több olyan leányzó is volt, és fiú, akik úgy gondolták, hogy ez az az irány, ami nekik jó lenne, és gyakorlatilag mint egy szakkör úgy indult ez, és aztán szép lassan megtalálták a megfelelő nevet maguknak, és hát elindították azt, ami azóta is él, és azt gondolom, hogy virágzik Csongrádon. Az jellemző volt már akkor, hogy néptánc együttest indítanak? Mennyire volt ez akkor bevett szokás, hogy úgy mondjam? Nagyon sok együttessel találkozunk, akik ugyanakkor ünneplik a jubileumukat, és mosolygunk, hogy egy év van közöttünk, vagy előre, vagy hátra. Igen, azt gondolom, hogy a 70-es években azért nagyon sokan érezték úgy, hogy ez egy jó irány, meg hát fölülről is, mert azért a Sebő együttes, Sebő Ferenc, tehát hogy az az irány akkor egy jó iránynak tűnt, és azt gondolom, hogy most is az. Tehát ez a táncház mozgalom, ugye, amire kitérhetünk? Igen, ma már nem is annyira divat minden együttesnél, hiszen mindenki egyre inkább az eredmény orientáltság felé hajt, hiszen így van ez Magyarórán, így van ez mindenhol, hogy a verseny nagyon fontos a gyerekek életébe. És hát ez, hogy táncházmozgalom, hogy csak azért járjunk össze, hogy táncoljunk, és semmiféle eredményt ne érjünk el, és csak ismerkedjünk, és barátkozzunk, ez ma már azért annyira nem divat, de hát több évtizede van táncház találkozó Budapesten, amikor azért a sportcsarnok megtelik, és akkor az ember azt gondolja, hogy azért nincsen egyedül, és valóban él is. És virul ez az ágazat, csak talán kicsit háttérbe szorult. De hát, hogyha azt nézzük, hogy felszállott apáva, akkor meg nem kell sírni a lelkének senkinek, mert hát ezért felkarol bennünket nagyon sokszor, nagyon sok minden média. A néptánc együttes életét olyan szinten is, olyan értelemben is periódusokra lehet bontani, hogy kik voltak a vezetők, tehát hogy milyen személyiségek kötöttek épp a néptánc együtteshez, ezt hogyan lehetne elmesélni a nézőknek? Ez valóban így van, mert hát azt gondolom, hogy ez az intézményeknél is így van, hogy a vezető az mindig mérföldkő, és mindig egy olyan utat mutat, ami ő szerinte helyes. Annak idején 1974-ben Góg János, aki csongrádi volt, ismerkedett meg a Farkas Károllyal, aki viszont nem csongrádi volt, hanem itt volt katona. Ők ketten indították el azt az utat és azt az irányt, amit ezután Góg János járt be egyedül.
először úgy, mint szövetkezeti néptánc együttes, utána pedig folytatta János, és segített bennünket, és indított el egy olyan úton, ahol ma is járunk, hiszen önkormányzat támogatásával működünk ma már. És ő volt az, aki letette, azt gondolom, ennek az együttesnek azokat az alapjait, amiből ma is táplálkozom, hiszen én is Góg János tanítványa voltam, vagy vagyok, és annak is vallom magam. Közben voltak olyan állomások is az együttes életében, amik azt gondolom, hogy valóban állomások, mert hiszen egy-két évet öleltek föl. Itt kell megemlítenem Eszteró Endrét, vagy a feleségét, Eszteróné Georgia Deszmártit, illetve Ménesi Né Papévi is dolgozott az együttesnél. És hát a gyerekcsoport, ifjúsági csoportoknál dolgozott a Német Tibor, és hát az akkori nagyok, mindenki dolgozott, és mindenki segített azért, hogy az együttes jól működjön, és ez így van ma is, hogy ugyan én vagyok az együttes vezető, de azt hiszem, hogy sokkal szegényebbek lehetnénk, hogyha nem lennének mellettem azok a táncos egyéniségek és öreg táncosok, akik segítik a munkámat, és amikor az alagút végén nem mindig látom a fényt, akkor segítenek, hogy megláthassam. Említette Góg Jánost, illetve azokat az alapokat, amelyeket tőle kaphattak, ezek pontosan mit jelentenek? Azt gondolom én, hogy azok az alapok, azok milyen az ember szívébe vannak, nem feltétlenül szakmai dolgok, mert nagyon sok szakmai dolgot is kaptam tőle, de megtanultam emberségből azokat a fontos állomásokat, amivel szerintem lehet együttest vezetni, és szakmai úton is elindított, hiszen ő volt az, aki annak idején a C-kategóriás néptáncoktatói tanfolyamra kötelező jelleggel beíratott, és ő volt az, aki segített abban, hogy meglássam, hogy a szakma sok kavalkádja között kik azok az emberek, akikkel érdemes dolgozni. És hát a mai napig azért sokszor beszélgetünk Jánossal arról, hogy mi és hogyan helyes, és segít a mai napig. A tagságot hogyan sikerült az évek során egybe tartani? Mennyire van utánpótlás, így hogyha visszatekintünk egy ilyen elég jelentős időintervallumra, akkor el lehet-e azt mondani, hogy folyamatosan érdeklődnek a fiatalok a néptánc iránt? Nagyon szerencsés kisvároskában élünk, mert gyakorlatilag minden általános iskolában van néptáncoktatás, vagy az Alföld Néptánc Együttes segítségével, oktatóival, vagy pedagógusok, akik szívesen foglalkoznak ezzel a néptáncoktatással, és ezért könnyű, hiszen nem az alapoktól kell kezdeni azokkal a gyerekekkel, akik hozzánk kerülnek, hanem már mindenki úgy érkezik, hogy valamilyen formában, vagy a népdal útján, vagy a néptánc szárnyán segítettek neki, hogy megláthassa mindazt, amiért mi dolgozunk. Folyamatos, és talán lehet mondani, hogy vannak olyan évek, amikor kevésbé vagyunk népszerűek, vannak, amikor nagyon népszerűek vagyunk, de azt gondolom, hogy nagyon pici városkába, nagyon pici gyerekanyaggal dolgozik mindenki, és nagyon sok mindent tud nyújtani ez a város, hiszen van fitness, hiszen van karate, nagyon sok minden van, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Hát most ne említsük meg azokat a rendezvényeket, amelyeken az Alföld Néptánc Együttes is fellép, mert hát szerintem nem érnénk a fél óra alatt a végére, de hogyha ki lehetne emelni jelentősebb eseményeket, itt először maradjunk még Csongrádon, aztán persze majd ki is tekintünk, tehát milyen szerepet töltenek be ezek a rendezvények a néptánc együttes életében, és hogyan készülnek erre egyébként? Nagyon érdekes ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy egy néptáncos életében az, hogy a saját városkájába felléphet, az egy hatalmas nagy dolog. A másik nagyon nagy dolog, amikor fesztiválra készülhet. Mind a kettő az emberek szívében más helyen van, mind a kettő valamiért nagyon kedves, hiszen a szakmai versenyek azok azért kedvesek, mert hát ott azért bizonyítani lehet, ott a szakma különböző embereivel, barátaival, zenészeivel találkozhat. A hazai közönség pedig azért kedves, mert hát akkor a saját szüleinknek, barátainknak szeretnénk megmutatni mindazt, amiért néha nélkülözniük kell egy-egy családi ebédről, vagy,
vagy meg kell mutatnunk, hogy miért is nem tudtunk elmenni moziba, hiszen nagyon sokszor, nagyon sok szabad idejét áldozza fel minden alföldes azért, hogy színvonalas műsort nyújthasson. Hát a taps, illetve a fogadtatás mellett szerintem az is bizonyítja azt, hogy ez a munka megtérül, hogy például, ha csak egy dolgot kell kiemelni, a legutóbbit, az a Pro Urbe díj, amelyet tavaly vehetett át. Ez tulajdonképpen mennyire fontos az együttes életében? Mit jelent ez tulajdonképpen? Hogyan fogadták? Nagyon furcsa érzés volt, mert az ember a saját hazájában sokkal nehezebben kap elismerést, mert hát az természetes, hogy vagyunk, és ez a díj, ez az állomás pontosan azért volt fontos az együttes életében, mert hát arról kaptunk tanulságot, mind a város vezetőségétől, hiszen megkaptuk ezt a díjat, mind attól a közönségtől, aki akkor együtt örült a díjunknak, hiszen akkor a tapsot kaptunk, ami percekig tartott, és annyira megható volt, amit azóta sem felejtett el senki. És hát a legszebb a megköszönési forma részünkről, hogy mi adhattuk akkor az ünnepi műsort, és ez a kettő együtt azt gondolom, hogy mindenkiben örökké ott marad, és olyan emlék, ami azért felülhelyez nagyon sok szakmai díjat. A működési feltételek, hogy ilyen idegen szóval fogalmazzam ezt meg, azok mennyire biztosítottak, a székházra gondolok természetesen, illetve hogyan tartják a próbákat, mennyire nehéz összeegyeztetni mondjuk a tagok hétköznapi elfoglaltságával? Hogy előről kezdjem, hiszen 74-től indultunk, nem volt ez mindig így. Ez az együttes valamikor a Művelődési Központ dísztermében próbált, hétről hétre azon a pici színpadon, ami azóta se nőtt meg, és az akkori együttes azzal küzdött gyakorlatilag, a léte attól függött, hogy volt-e színház előadás, vagy nem volt színházi előadás, hogy nyitva volt-e a ház, és ahhoz képest ez az együttes a 80-as évek közepétől egy saját székházzal rendelkezik, ami azt gondolom, mivel azért nagyon sok országos barátság és ismerettség van a hátam mögött, hogy egyedülálló, és olyan próbatermünk van, amivel azért nem sokan dicsekedhetnek. A próbákat hogyan sikerül összeegyeztetni? Van-e ebben nehézség? Ugye gondolok arra, hogy sokan szerintem vidéken tanulnak, mennyire nehéz ezt megoldani? Gyakorlatilag jól bejáratott napjaink vannak, ami évről évre azt jelenti, hogyha hétfő, akkor gyerekpróba, ha szombat, akkor felnőtt próba. Igazából egyre inkább több programja van a gyerekeknek, és azt gondolom, hogy ezzel nem árulok el titkot, hogy olyan iskolai terhei vannak ma már egy 14 évesnek, ami ezelőtt 10-15 évvel nem is volt ismerős, hogy lehet egy gyereket ennyire terhelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ami nehézséget okoz, az, hogy hogyan lehet egyszerre jó tanuló valaki, és nagyon jó táncos is. Nagyon sokat áldoznak a mai fiatalok, ami annyira nem divatos, mert hiszen a 70-es, 80-as években divatos volt épp táncosnak lenni, ma már inkább más felé kalandoznak a fiatalok, és hát nagyon sokszor ütközünk abba, hogy iskolai elfoglaltság van, nagyon sokszor ütközünk abba, hogy családi elfoglaltság, de hát aztán mindig nagyon jó dolgok kerekednek ki belőle, és azt megtaláljuk mindig azt az utat, amit tudunk tovább haladni. Hogyan tudnak eljutni olyan rendezvényekre, amelyek nem Csongrádon vannak, adott esetben külföldön, külföldi fesztiválokon is többször részt vettek már? A Szövetkezeti Néptánc Együttességnek, ha szabad így mondani, az egyik előnye volt, hogy a szövetkezeti néptánc csoportokon belül volt bronz, ezüst, arany minősítés, és ez azt jelentette, hogy ezek szerint kaptak külföldi utakat a néptánc csoportok, és ezt nagy mértékben támogatták a szövetkezetek. Mivel ez ugye megszűnt, ez azt jelenti, hogy az a kánoán, amikor ez a 80-as években évről évre megtörtént, ez megszűnt, hiszen a 80-as években az együttes szinte rendszeresen járt Franciaországba, de megfordult Angliába, és hát olyan csodálatos helyeket járhatott be, tudhatott maga mögött, ami azért elvarázsolt nagyon sok táncost. Jelen pillanatban, ha valaki vállalja, és minősítési rendszerbe minősülni kíván, és arany minősítést kap, ez semmi előnnyel nem jár,
csak a táncos önmagának, az együttesének és a városának szerzett olyan hírnevet, ami kiemeli, ami az átlag fölé helyezi, viszont nem jár egyetlen egy külföldi úttal sem. Ezért nagyon rég volt már az együttes külföldön, hiszen az a támogatás, amit az önkormányzattól kapunk, az nagyon magas átlagon fölüli, viszont mégis nekem, mint együttes vezetőnek az a dolgom, hogy eldöntsem, hogy szakmai fesztiválokra költöm el, vagy pedig külföldi utazásra, és hát azért évek óta mindig azt gondolom, és az is lesz, azt gondolom, amíg együttes vezető tudok maradni, hogy a szakmai munka jóval fontosabb, mint egy külföldi bemutatkozás, mert hát azért mégis hiába tudnánk elmenni külföldre, ha nem lenne mögöttünk olyan szakmai munka, amit meg tudunk mutatni, vagy ami mutogatható. Említette a minősítéseket. Ezek a minősítések miért fontosak egy néptánc együttes életében? Visszatérve az előző kérdésre, hogy nagyon fontos, hogy a szüleinek tetszünk, hogy egy-egy csongrádi műsoron megmutathassuk mindazt, amit táncolunk, viszont a szakmai megmérettetés az, amikor egy matematikai dolgozatot megírtál ügyesen, viszont a matematikai versenyen nyerni mégis más. Így tudom összehasonlítani. A szakmai megmérettetésen másképp alföldes az ember, sokkal büszkébben, mint itthon, mert itthon szerényen csak egy csongrádi alföldes, aki talán tud valami pluszt. Viszont a szakmai megmérettetésen, amikor kimondják azt, hogy aranyminősítést kapsz, mert hát a gyerekcsoport és az ifjúsági csoport is ebben az esztendőben azt kapott, akkor az valami olyan csodálatos, a koronának az égköve, amiért dolgozik az ember, hogy nem csak saját magunkat látjuk jónak, nem csak a szüleink látnak bennünket jónak, hanem az a szakmai zsűri, aki értékel bennünket, az megkoronázza a munkánkat, és azt mondja, hogy valóban jók vagytok. A magyar folklór, az hogyan jelenít, hogyan fogadják a magyar folklort külföldön? A dobogása, a ritmusa, a zenéje, az mind olyan, amivel azonnal le tudja venni a közönséget a lábáról a magyar táncos. És hát én azt gondolom, hogy nagyon sok táncot láttam már, nagyon sok néptáncát láttam már, de azért a top 5-ben benne van a magyar tánc, hiszen olyan virtusa van, és olyan elemei vannak, ami azért fölemeli oda, és ott is tartja szerintem még nagyon sokáig. Közeledünk 2017-hez. Mi az, ami most jelenleg meghatározza az Alföld Néptánc Együttes? Most arra gondolok, hogy periódusonként, ciklusonként, divatonként, ha nem is a néptánc együttesek életében, de szoktak, hogy úgy mondjam, nem is, hogy fejlődni, tovább lépni, tehát valami újat produkálni. Az a néptánc együttesek életében mennyire van így? Mennyire kötött a néptánc együttesek repertoárja, hagyománya, megjelenése, illetve kell-e újítani bármilyen értelemben, tehát mondjuk modern zene, fénytechnika, ilyenekre gondolok? Egy együttes mennyire tud megújulni, az mindig azt gondolom az együttes vezetőtől függ. Soha nem gondoltam, hogy én az az együttes vezető vagyok, aki koreográfiákat készít. A gyerekeknél talán, de az ifjúsági csoport és a felnőtt csoport az, akihez mindig külsős oktatókat hívok. Ez azt jelenti, hogy az életünkben ezek mindig állomások, hiszen egy olyan házaspárt, vagy olyan egyedülálló férfit, vagy akár nőkoreográfust közénk engedni, az mindig egy periódus, hiszen ő nem azt látja, amit én látok belülről, és nem is azt fogja csinálni, amit én csinálnék esetleg belülről, hiszen ő hoz valamit. És minden esztendőben január az a hónap, amikor megtervezzük, amikor kitaláljuk, hogy ki fog új periódust indítani az életünkbe, és a tavasz az, amikor az a bizonyos számotadás a tudásunkról be is fog következni, hiszen áprilisban rendezik mindig a Szárszóv Szép Gyerek és Ifjúsági Fesztivált Szegeden, ahova 26. alkalommal fog menni az együttes ebben a következő esztendőben. És hát most ez a periódus jön, amikor kitaláljuk, és mindig iparkodok
olyan embereket ide hívni, akik valóban újat tudnak adni, és tovább tudják fűzni azt a gyöngyszemet, amit mi fűzünk itthon, és hát általában sikerül is. Ha anyagi lehetőségeink engedik, akkor több koreográfust is hívunk, ha nem. A tavalyi esztendő szerényebb volt, hiszen a pályázattal, amivel akkora szerencsénk volt, és akkora ajándékot kaptunk, ami azt gondolom, hogy az együttes életében egyedülálló, és valóban várhatunk 40 évet, hogy ismét ez megtörténjen. Viszont a szakmai munkánk háttérbe szorult, mert hát az a felújítás azért nem tűnt el nyomtalanul. A próbáink száma igencsak megcsappant, hiszen mindig valamilyen szerelő dolgozott, hál' Istennek, most már így utólag mondhatom. Úgyhogy a tavalyi esztendőben egy koreográfus házaspár, a Balogh Ildikó és Fantoli Gyuláék dolgoztak velünk. Hogy ez az esztendő mit hoz, és hát ki is kerül az utunkba, azt még nem tudom. Úgy gondolom, hogy biztosan az az ember lesz, akire vártunk, és hogy valami szépet és jót fog alkotni. És ha már az újdonság került szóba, akkor megemlíthetjük a karácsonyi gálát, amely nemrég ért véget, és ahol a Másképp zenekar is közreműködött. Ez honnan jött ennek az együttműködésnek az ötlete? Az egyik anyuka, aki egyben a Bacsányi János Gimnázium diák önkormányzat vezetője, ő volt az, aki azt mondta, hogy tegyünk egy próbát, és csináljunk egy jótékonysági estet délutánt a rászoruló néptáncosok megsegítésére, ahol ő azt értette, hogy ha esetleg valakinek nincsen cipője, vagy egy fesztiválra nem tudja befizetni a részvételi díjat, hogy akkor legyen egy olyan kis alapítványi pénzünk, amihez hozzá lehet nyúlni. És ez a tavalyi esztendőben volt ez a jótékonysági est, és itt lépett fel a Másképp zenekar is, aki eljött nekünk, néptáncosoknak segíteni. És jól nevelten néztük a műsort, míg nem az óvodásaim úgy döntöttek, hogy akkor ők most fölállnak és elkezdenek táncolni a Másképp zenekarnak a muzsikájára, és akkor jött az ötlet és a gondolat, hogy hát akkor itt van a következő olyan periódus, ahogy említetted az előbb, ami jó lesz nekünk. És hát azt gondolom, hogy ez be is bizonyosodott december 22 és 23-án, hogy valóban jó volt ez nekünk. Egy olyan állomás az együttes életébe, ami megint csak oda került, arra bizonyos baloldali szívébe mindenkinek, és ott is fog maradni, mert határtalan nagy élmény is, és olyan munka gyümölcse az, amit akkor adhattunk a közönségnek, ami megint az átlag fölé emelt bennünket. Yeah.
Egyébként egy előadás, egy új előadás hogyan születik? Először jön az ihlet, jön a tánc, jön a zene. Mi az, ami meghatározza egy új műsor születését? A minősítő rendszernek, amiben a felnőttek részt vettek, annak az a legnagyobb kritériuma, hogy 30 perces olyan műsort kell, szerkesztett műsort kell színpadra vinni, amiben szinte minden koreográfiának újnak kell lenni, aminek van dramaturgiája, és olyan mondani valója, ami aktuálissá teszi ezt a műsort, és gyakorlatilag 2 évente mindig ilyen műsor volt a Karácsonyi Gála második felének a bemutatkozása, hiszen 2 évente jártunk minősítő fesztiválra, és ahhoz, hogy ez el tudjon indulni, ahhoz meg kell keresni azt az embert, aki erre alkalmas, hogy ezt a fél órát összefogja, és meg kell keresni azokat a koreográfusokat, akik képesek dolgozni. Lásd, a legutóbbi esztendőben Fantoli Gyula és Balog Ildikóék voltak azok Kecskemétről, akik összefogták és megalkották és kitalálták mindazt a műsort, amivel azután az együttes annó kiválóan minősült oklevelet szerzett. A tagok, illetve a táncosok egy adott produkcióban mennyire tudnak ötleteket bevonni? Tehát egy kötött koreográfia szerint vannak a műsorok, vagy esetleg vannak ötletek? Hogyan néz ez ki? Pont amiről az előbb beszélgettünk, a Másképp zenekar produkciójában volt egy olyan koreográfiánk, az Éjszaka csodái című feldolgozásukra, amit az együttes öreg táncosai együtt készítettek. Hogyha lehetőségünk van, akkor az a kis mag, akik az öreg csoport magjai együtt maradtunk, nagyon szeretnek együtt dolgozni, pontosan azért, mert ismerjük egymást, mind képesség szempontjából, mind ötletek szempontjából, és egyre többször dolgozunk így. Természetszerűen, amikor szakmai zsűri elé kerül az együttes, akkor teljesen más szempontok alapján dolgozik, hiszen azért egy szakmai zsűrinél nagyon, nagyon sokat számít, hogy a koreográfia neve előtt melyik koreográfusnak a neve áll, és hát azért senki nem ellensége önmagának, és próbálja azokat a koreográfusokat megkeresni, akik a szakmába pont divatosak, vagy olyan elismertséggel bírnak, amiben a szakmai zsűri nem bír belekötni. Hogyan értékeli egyébként az Alföld Néptánc Együttes jelenét olyan szempontból, hogyha országos összehasonlítást teszünk, akkor hasonló adottságú településeken, hasonló létszámú, illetve történelmű néptánc együttesekkel összehasonlítva, hova helyezkedik el az Alföld Néptánc Együttes? Én azt gondolom, és ezt nagyon sokszor el is mondtam már, hogy átlagon fölüli sorsunk van, hiszen egy nagyon pici városkának egy olyan önkormányzata tart el bennünket, ami nagyon sokszor előn fölül ad ennek az együttesnek, és az, hogy önálló székházzal bírunk, és akár este 10-kor vagy éjfélkor is tudunk még próbálni, nincs olyan sok együttes, aki ezt elmondhatja magáról, illetve mivel ez a városka egyre kisebb és egyre kevesebb gyerekanyaggal bír, és annak ellenére nagyon jól dolgozunk, és nagyon eredményesen dolgozunk. Én azt hiszem, hogy nem panaszra nem is nyithatom a számat, és nem is akarom nyitni, mert minden szempontból jó sorunk van nekünk. Végezetül 2017-re, vagy ha még távolabbi ciklusra tekintünk, van-e olyan cél, amit már régóta dédelget, vagy esetleg egy új inspiráció, és ezt esetleg még nem is sokan tudják, hogy van egy ilyen elképzelés? Gyakorlatilag a Másképp zenekar hatalmas nagy produkcióján vagyunk túl, és most a megnyugvás és a pihenés időszaka fog következni az együttes életébe. Amiről azt gondoltuk, hogy egyszeri lesz és megismételhetetlen a Másképp zenekar produkciója. Pontosan nemrég volt az, amikor azt mondtam a művelődési ház igazgatóasszonyának, hogy azt érzem, hogy szeretnénk előadni még egyszer, de nem a városkánkban, hanem városon túl egy olyan helyszínt keresve, ami úgy fogad bennünket, ahogyan mi ezt szerettük volna. Úgyhogy talán ez a távlati cél, hogy
ez a más irány, mert hiszen azért az autentikus tánctól jócskán messze jártunk, de ezt a más irányt megmutatni. Egyébként, hogy van-e ilyen cél, a mostani ifjúsági csoporttal nagyon szeretnék még elmenni egy felnőtt megmérettetésre a minősítő fesztiválrendszerben, talán egy 2-3-4 év múlva, nem tudom, majd amit a sors ad, azt visszük tovább. Hát ebből 30 percbe hozzávetelek, 30 percbe ennyi fért bele, de mindenképpen fogjuk még ezt a témát folytatni, ha máshogy nem is, akkor a nyári, illetve hát a jövő évi rendezvényeken, ahol ismét találkozhatunk az Alföld Néptánc Együttessel. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm. Adásunk végén programokat ajánlunk a figyelmükbe. A Csongrád Galériában megnyílt a Nagy Gábor Munkácsi díjas képzőművész Tiszagáti jelenetek című kiállítása. Az alkotások a művészvároshoz kötődő élményeit örökítették meg, melyeket január 13-áig tekinthet meg a nagy közönség. Az Aranysziget otthonban rendhagyó kiállítás nyílt. A Csanyteleken élő Hans-Jürgen Rückert pályafutása során több rangos elismerést szerzett munkáival. Tárlatát továbbra is megtekinthetik az érdeklődők. Ez volt a Közéleti Mozaik. Ha szerkesztőségünknek írnának, megtehetik a 6640 Csongrád postafiók 46, illetve a tv@csongrad.hu e-mail címre. Új műsorral a megszokott időpontban egy hét múlva csütörtökön 19 órai kezdettel jelentkezünk. Kérem, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!